Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden, mi várható a mai műsorban. Új fejlesztésekre készülnek. Közmeghallgatást tartottak csütörtökön a Gyulai Városházán. 489 minta érkezett. Nevezési rekordot hozott a Gyulai Mézes Fesztivál. 180 diák versengett. 25. alkalommal rendezték meg a Simony Imre emlékversenyt. Óvatosságra intenek. Kis hián balesetet okozott egy autós a zebrán Békés Csabán. Elsősorban az emberek hétköznapi életét meghatározó terek fejlesztésére pályáznak Gyulán a következő években. A városházi közmeghallgatáson a következő időszak legfontosabb, egyelőre tervezett beruházásairól esett szó ezen a híre. Jelentős források érkezhetnek Gyulára a következő években, derült ki azon a csütörtök délutáni városházi közmeghallgatáson, melyet a TOP és a TOP Plus pályázatokról tartottak. Domokos Ádám, a mérnöki osztály vezetője először a korábbi 2014 és 2020 közötti időszak projektjeiről beszélt. Ebben az időszakban ezen program révén 6,5 milliárd forintos uniós forrást hívott le a város. A 2027-ig terjedő időszakban Gyula 17 jelentős projektet szeretne megvalósítani, ezek között fontos szerep jut a kerékpárutak korszerűsítésének. A hétköznapi életünk szempontjából nagyon fontos közszolgáltatásokat segít, illetőleg azoknak a infrastruktúráját újítja föl ez a pályázati rendszer. Amit már beadtunk, az a kerékpárútjaink, meglévő kerékpárútjaink közül a Temesvári útinak a felújítása, a Vértanok útján mindkét oldalon a kerékpárút felújítása, és Gyulaváriban egy új kerékpárút szakasz megépítése a Fehérkörös hídjától Gyulavári centruma irányába. A tervek között szerepel a gyulavári egészségház felújítása is. Itt egy régi, leromlott állapotú ingatlanról van szó. Nagyon fontos a csapadékvíz elvezető rendszerünk további korszerűsítése és bővítése célját szolgáló pályázatunk, illetőleg rendezvénypajtákat szeretnénk építeni pályázatból, ez is be lett már adva, azokon a helyeken, ahol egyébként a szokások alapján a gyulaiak szeretnek szabadtéri programokat tartani, Veselényi tó partján például, az Erkel tónál, vagy pedig Paradicsomban, a Gyöngyvirág téren. A tervek között szerepel még az élővíz csatorna rehabilitációja, a vasútállomás előtti körforgalom megépítése, illetve több városi intézmény energiahatékonyabbá tétele. A pályázatokat várostérségenként kell benyújtani, a Gyulaihoz még Elek, Kétegyháza és Lőkösháza tartozik. A teljes térségre 7,6 milliárd forint jut, ebből Gyula 5,2 milliárd forintot hívhat le. Rekordszámú 489 minta érkezett a mézgyűrizésre. Ez a magas szám a jelenlegi mézpiaci áraknak köszönhető, ugyanis egyre több olyan méhész van, aki szeretné közvetlenül a fogyasztó fele értékesíteni portékáját. Idén is megrendezik az év kiváló magyar méze verseny Gyulán, melyet a Békés megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közösen hirdetett meg. Ez az esemény lehetőséget nyújt mind a nagy kereskedelmi forgalomban lévő, mind a kistermelői mézek számára, hogy megmérettessék magukat, és elnyerjék az év legjobbjainak járó elismerést. A verseny célja, hogy a hazai méztermelés minőségét folyamatosan javítsa, és biztosítsa a magyar méz presztízsét nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is. Az első körös zsűrizésre november 22-én pénteken került sor az Esze Tamás utcai civilházban. Idén minden idők legtöbb, 489 minta érkezett a megmérettetésre. Úgy gondolom, hogy egyre több olyan méhész van, aki szeretné értékesíteni a mézét, és közvetlenül a fogyasztók felé szeretné ezt megtenni, és mivel hogy ezt kiüvegezi, így a fogyasztóik felé egy ilyen bírálat, vagy amit itt kap díjazás, az pozitív kicsengésű lehet
egy-egy vásáron, illetve egyéb helyeken. A 15. alkalommal életre hívott verseny több kategóriában zajlik. Akácméz, repceméz, napraforgó méz, hásméz, virágméz, egyéb fajta mézek, valamint mézkészítmények. Mohácsi Klaudia, korábbi mézkirálynő is részt vett az első körös zsűrizésben. Ő az egyéb mézfajták kategóriában kóstolt és bírált. Ez azért nehéz, mert itt nagyon sok fajta méz van, így még nehezebb eldönteni, hogy melyik a legjobb, hiszen minden méznek megvan a külön egyedisége és a külön ízvilága. Szóval szerintem itt egy kicsit a személyes benyomás az, ami a legjobban dönteni fog. Nyilván nézzük azt, hogy milyen tiszta egy méz, milyen a víztartalma, és persze a csomagolást is, tehát a külsőséget is. A méz különlegességek között szerepelt idén többek között édeskömény, galagonya, facília, olajfűz, olajretek, valamint oregánó méz is. A méz egy különleges termék, ezer arcúnak is lehet nevezni. Lehet akár fűszer, gyógyszer, valamint a konyhák egyik része is lehet főzés, sütés alkalmával. Az akácot is említhetném, ami nagyon speciális, mert virágporban szegény növényről gyűjtik a méhek, viszont a legtöbb nektárt adja, és nagyon jellegzetes íze van, tehát az akác ma Magyarországon eddig a fő bevételi forrása volt a méhészeknek, mert egyedi a Kárpát-medencére a akácvirágzás időszakában is a legnagyobb akácméztermés a Kárpát-medencébe szokott teremni, és jellegzetes, markáns akácíz. Nagyon sokáig az emberek köztudatában a mézek közül az akác volt az, amit hogyha megkérdeztünk volna, akkor melyik mézet ismeri, akácmézet a mézfogyasztóknak a 99%-a ismeri, ebből fakadóan az ízvilágát is kedvelik. Az első körös zsűrizés után laboratóriumi vizsgálat következik. Azok a mézek kerülnek oda, melyek a pontszámaik alapján tovább jutnak. Ezt követően december 9-én lesz a második körös zsűrizés, ahol a laboratóriumi eredmények, illetve a továbbjutott mézek érzékszervi vizsgálata következik. A kategória győztes mézek közül választják ki az év kiváló magyar mézét. Az eredményhirdetés december 15-én vasárnap a Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon lesz, a Gyulai Vigadóban. A napokban 25. alkalommal rendezték meg a Simony Imre emlékversenyt a Karácsony János Katolikus Gimnáziumban. Az idei megmérettetésre 180 diák nevezett az ország minden tájáról, de voltak a határon túlról érkezők is. Ősszel, hogyha dírjük, levele a fáknak, és karámba térül, ütjük a gulyáknak. A Kelemen testvérek produkciója nyitotta a 25. Simonyi Imre emlékversenyt a Karácsonyi Gimnáziumban. Négy kategóriában nevezhettek a diákok a megmérettetésre: versírás, versmegzenésítés, versmondás és versillusztráció témakörökben. A versmondás kategóriája előtt a versírás, versmegzenésítés és versillusztráció díjait osztották ki. Az implomos Szántó Sebestyén is az elismertek között volt, ő a költő Török Zug Csíkosért című versét ábrázolta pályamunkájában. Próbáltam rajzolni a vadalmafát és egy padot mellette, ami a versben meg lett említve. A meghirdetett kategóriákban hasonló arányban érkeztek nevezések az idei megmérettetésre, fogalmazott Falatiné Krész Anikó pedagógus, a program főszervezője. A versmondás mellett a versírás is népszerű volt ebben az évben, amit a jelentkezők száma is tükröz. A 180 induló az ország minden tájáról érkezett, de voltak diákok a határon túlról is. Falatiné Krész Anikó elmondta, a 25. emlékverseny különleges meglepetést is tartogatott a résztvevőknek. Baszkán Erzsébet, aki nagyon jó ismerőse volt Simonyi Imrének, Simonyi Imre halálakor a hagyatékából Baszkán Erzsébetre hagyott egy bútort, illetve egy bútor együttes kanapét és két fotelt, és a hölgy felajánlotta az iskolánknak ezeket a bútorokat, amit az iskola most itt az iskola folyosóján állított ki a versenytiszteletére, de egyébként a könyvtárban fogjuk elhelyezni, az iskola könyvtárában, és azt Simonyi teremnek fogjuk ezentúl hívni az iskola kiskönyvtárát. A Simonyi Imre emlékverseny szép sikereket hozott a szervező Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumnak, hiszen valamennyi kategóriában jeleskedtek az iskola diákjai.
kis híján elgázolt egy nőt és két gyermeket egy autós november 19-én Békés Csabán, az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésében, a kijelölt gyalogos átkelőhelyen. A Békés Csabai rendőrök szabálysértési eljárást indítottak ellene. Az anyuka, amikor látta a veszélyes helyzetet, megtorpant és hátrébb is ugrott egy kicsit, talán ennek köszönhető, hogy nem sérültek meg. A jármű vezetője az eset után nem állt meg, azonnal továbbhajtott, de a rendőrök alig egy órán belül megtalálták az autót vezető 61 éves nőt, aki azzal védekezett, hogy nem látta a gyalogosokat. A kunhalmok védelmének jelentőségéről rendeztek konferenciát Békés Csabán. Rövid hírek következnek. Csütörtök délelőtt a szinte napra egyező 30 évvel ezelőtti Békés Csabai tanácskozás pillanatait idézte fel köszöntőjében Rákóczi Attila főigazgató a Békés Vármegyei Kormányhivatalban rendezett eseményen. A kunhalmok védelmében 30 elnevezésű konferencia célja egyrészt a megemlékezés, mellette egyfajta számvetés a 30 évvel ezelőtt megfogalmazott feladatok végrehajtásáról. A Magyar Tudományi Ünnepek keretében megvalósuló programot a Békés Vármegyei Kormányhivatal, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága közösen szervezte az ország szakembereinek meghívásával. Rácz András, az Agrár Minisztérium természetvédelemért felelős államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, a kunhalmok védelme emblematikus példája a természetvédelem területén belül a közös együttműködésnek. A közös gondolkodás eredményeként mára 1542 kunhalmot tartanak számon az országban. Béres András, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István kampuszának főigazgatója elmondta, 2017 óta van együttműködés a kormányhivatal és az egyetem között. Azóta több rendezvényt bonyolítottak már le együtt közös célok mentén. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság vezetője, szubjektív megközelítésből beszélt a kunhalmok jelentőségéről. 30 évvel ezelőtti tanácskozás eredményeiről beszélt Szelekovszki László, nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos. Hangsúlyozta, Békés Vármegye több szempontból is kiemelkedik az Alföld piramisaiként jegyzett építmények tekintetében. Innen indult el a védettségük kezdeményezése, és Békés Szent Andráson található az ország legnagyobb 12,26 méter magas kunhalma is. A 30 évvel ezelőtti tanácskozásnak és az akkor elindult munkának köszönhetően mára változott a kunhalmok iránti szemlélet és tisztelet. 11 pályamunkát mutattak be csütörtökön a Gál Ferenc Egyetem gyulai karának hallgatói a Tudományos Diákköri Konferencián. Az egy-egy adott témában komolyabban elmélyülő tanulók számára jó lehetőséget jelent a programon való részvétel, hiszen ilyenkor akár egy későbbi tudományos pálya körvonalai is kirajzolódhatnak. Beke Szilvia dékán helyettes elmondta, az utóbbi évek trendjei azt mutatják, egyre több hallgató látja meg a lehetőséget a Tudományos Diákköri Konferenciában. A csütörtökön előadást tartó hallgatók előzetesen egy 25-50 oldalas pályamunkát készítettek, majd átestek azon a szakmai tudományos rostán, mely ilyenkor szükséges. A 11 előadás valamennyi Gyulán oktatott tudományterületet felölelte. A programot immár 29. alkalommal rendezték meg a Fürdővárosi Felsőoktatási Intézményben. Ezen időszak alatt 260 előadást tartottak a hallgatók. Én egy égedelem gyerek voltam, úgymond. Nem volt kimondottan jó gyerek, ifjúkora világát viszont egy könyvbe összefoglalva írta meg az eleki származású Mokán Mihály. A szerző 72. születésnapján szerdán a Gyulai Könyvtárban mutatta be Lókötők című kötetét, melyben számos olyan történetet jegyzett le, melyek nem csak érdekes korrajzot adnak, hanem számtalanszor meg is nevettetik az olvasót. A könyvvel a szerző a Kossuth Rádió pályázatán is megmérette magát, ennek eredményeképp egy 5 részes hangjáték készült a műből. A Lókötők című könyv elérhető a Vármegye valamennyi könyvtárában, de kereskedelmi forgalomban is kapható. Idén tavasszal a Magyar Nemzeti Levéltár a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával pályázatot hirdetett 10-18 éves diákok számára légy krónikás,
Elmesélem ezer szóban címmel. A diákoktól számukra vagy családjuk számára fontos személyek, események, pillanatok, emlékek megidézését, megörökítését várták. A pályázók ezt saját habitusok szerint teljesítették. Összesen 6 dolgozat érkezett a levéltárba. Voltak, akik a nagyapa vagy dédapa katonakoráról írtak. Egy 3-tagú zsűri bírálta a dolgozatokat. Fontosnak tartották a stílust, a gördülékeny fogalmazást, a téma erejét, valamint a család és az ősök hagyományának kidomborítását. Oklevelet kapott Magyar Molly, Csepregi Luca és Botás Sára. Harmadik helyezett lett Körömi Tamás, második Gál Kincső, az első helyet pedig Csepregi Anna érdemelte ki, aki a kukoricatörésről írt. Az esemény végén a megjelentek kipróbálhatták azt, hogyan írtak egykor a krónikások. Fürdőfejlesztésekre készülnek Békésben. Lapszemle következik. Fejlődhetnek a körösök. Magyarország kormánya tavaly elfogadta a Körösök völgye stratégiát, melynek kihagyhatatlan települése városunk. Írta a közösségi oldalán Kónya István, gyulai alpolgármester. A témában a napokban Mezőkövesden zajlott széleskörű egyeztetés. Korszerűsítik a Gyomai fürdőt. A fejlesztést 430 millió forintból valósítják meg, írta a közösségi oldalán Dankó Béla országgyűlési képviselő. A projekt magában foglalja a nyílászárók korszerűsítését, a meglévő gázkazánok hőtermelésének kiváltását termálvízfűtési rendszerrel. Gyermekparadicsom épül az Árpád fürdőben. A tervek szerint jövő nyáron kezdődik el, és 2026 végén fejeződik be a fejlesztés. Adta hírül közösségi oldalán Herceg Tamás országgyűlési képviselő. A város összesen 950 millió forintot nyert TOP plusz pályázaton. Szent Imrére emlékeztek, hagyományteremtő koszorúzással tisztelektek Szent Imre előtt Veszprémben, közölte a Magyar Kurír. A város két katolikus iskolájának képviselői koszorúzták meg az ifjúság védő szentjének szobrát. Változékony idő várható a hétvégén, a napsütés mellett csapadék is előfordulhat. A jövő hét elején enyhülés kezdődik. Szombaton gyakran kisüt majd a nap, de kisebb hószálingózás is előfordulhat. A hőmérők éjszaka -1 fokot, a kora délutáni órákban 4 fokot mutatnak. Vasárnap enyhébb levegő érkezhet fölénk, a hőmérséklet 0 és 7 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Új fejlesztésekre készülnek. Közmeghallgatást tartottak csütörtökön a gyulai városházán. 489 minta érkezett. Nevezési rekordot hozott a Gyulai Mézes Fesztivál. 180 diák versengett. 25. alkalommal rendezték meg a Simonyi Imre emlékversenyt. Óvatosságra intenek. Kis hián balesetet okozott egy autós a zebrán Békés Csabán. A híradót látták, most kulturális magazinunk, az Értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk, a viszontlátásra!